Véradókat vártak pénteken az Eto Parkba. Az Eto egyik szurkolói csoportja szervezte az akciót. Elsősorban azért, hogy a Diósgyőr fiatal leukémiás kapusára Kacki Bencén segítsenek, mondja Sej László. Mivel nagyon jó baráti kapcsolatot ápolunk a Diósgyőr egyik szurkolói csoportjával, ezért is kezdeményeztük ezt. Illetve a másik az, hogy szeretnénk egy úgymond példát mutatni, hogy legyen tényleg jó normális a viszony bizonyos szurkolótáborok között. Én szeretném, hogy a tényleg a Diósgyőriekkel jóba lennénk a jövőben, és szeretném azt, hogy az eddigi kezdeményezéseink a szurkolói focitornák a jövőben is folytatódnának. Az Eto felnőtt csapatából is többen érkeztek, egyikük a kapus Molnár Péter arra is vállalkozott, hogy ő is csatlakozik az akcióhoz. Azt mondja, otthon Szlovákiában egyszer már adott vért. A játékos azonban hiába töltötte ki a szükséges papírokat, miután felső légúti fertőzése volt nemrég. A véradás előtti vizsgálatnál a doktornő úgy látta, nem telt el még annyi idő, hogy biztosan ki lehessen jelenteni, nincsen kórokozó a vérben. Tudom, hogy a vérem nullás, és azzal tudnak segíteni bárkinek. És pont ezért szerettem volna segíteni vagy a Rakacki Bencének, vagy bárkinek, akinek szüksége van erre a vérre. Vas Judit azt mondja, nem csak a ritka vércsoportokból várnak véradókat, hanem a gyakoriból is, hiszen abból mindig több kell. S hogy kiadhat vért? Először is egészségesnek kell legyen, 18 és 60 év között kell legyen az első véradó. Evés, ivás, kellő folyadék fogyasztás után, ezek az alapfeltételek. A véradásra több mint 60-an érkeztek, és összesen 52-en fekhettek fel az ágyra. A kezdeményezés így nem csak figyelemreméltó, de sikeres is volt.